Farsang a református óviban. A farsang a vízkeresztől hamvazó szerdáig tartó hosszú, vidám, télbúcsúztató időszak. Hamvazó szerda után indul a vallásos életben a nagybőjt időszaka, amely után már nem szerveznek mulatságokat. Már 2 héttel a kitűzött időpont előtt zajlottak óvodánkban az előkészületek. Farsangi dekorációk készültek a csoportszobákba, a folyosóra és az ablakokba. Ezek elkészítéséhez változatos, újrahasznosított anyagot használtak fel a felnőttek és a gyerekek. A gyermekek munkái is kikerültek a folyosókra, az arra járók nagy örömére. A farsang a tavaszvárást, a tavasz jelképes kezdetét jelenti számunkra. Télűző és tavaszváró versekkel, énekekkel, hangszeres zajkeltéssel vártuk ezt a 2 jeles napot. Csütörtökön egészségnappal vette kezdetét a várva várt esemény. A középsősöknek és a nagyoknak már vannak emlékeik az előző évekről, s ez még inkább fokozta a várakozást. A hajnalcsillagcsoportban szárító gyógynövényekből készítettek mézes gyógyteákat. Hallottatok-e már róla? Nem. Képzeljétek el, ez a növénynek nagyon szúrós a szára, a levele. Amikor kézzel szeded, nagyon-nagyon összeszúrkálja a kezedet, de nagyon-nagyon finom teát lehet belőle készíteni, meg lehet szárítani, teát készíteni. Ebből készül. Szép fehér virágokon. Kamillából, zsájából, mentából, csalámból és csipkebogyóból. A növényeket még ősszel gyűjtöttük közösen, majd megszárítottuk. A gyerekek megszagolták, morzsolgatták, megkóstolták. Később meghívtuk a társcsoportokat is egy közös kis teázásra. Kiszebábot készítettek a hajnalcsillagcsoportban, zöldségeket, gyümölcsöket kóstoltak, banán és epertúrmixot készítettek. Érzékszervi tapasztalatokat gyűjtöttek, vagyis ismerkedtek a 4 alapízzel, s kóstolgatás közben sok ismeretet tettek szert. Az óvónénik bábjátékkal is kedveskedtek a gyermekeknek, melynek a címe a fogfájós nyuszi volt. Jaj, hú-hú, hú-hú, hú-hú. Szerbusz, nyuszika, mi történt veled? Jaj, ne is kérdezd. Nagyon sok csokorádét ettem, és szerintem kilukadt a fogam, de biztos, hogy begyulladt, nagyon fáj. Jaj, nyuszika, ne sírjál, inkább menjél el a Harkály doktorhoz. Ő nagyon szívesen segít neked, biztosan kihúzza. Jaj, nem megyek, nagyon félek, jaj. De muszáj, Nyuszika, ha fáj a fogunk, akkor fogorvoshoz kell mennünk. Jaj. Mindhárom csoportban különbözőképpen zajlottak az egészségnap programjai. A napocska csoportban az egészséges testmozgásra helyezték a hangsúlyt. Mozgásos ügyességi játékokat játszottak, egyéni és csapatversenyben is vetélkedtek egymással a gyerekek. A délelőtt végén meghívták a társcsoportokat egy vidám játékra a tornaszobában. Lemezek én, önnézek én, csak is olyan.
tévé YouTube csatornáján megnézték és összehasonlították a mohácsi busójárásról és a velencei karneváról látottakat. Az ügyeskező óvónénik minden csoportban a gyerekekkel együtt készültek a farsang témájához kapcsolódó saját készítésű játékokkal, különféle technikákkal, maszkokat, szemüvegeket, kalapokat, papírbohócokat, bohócos labdagurítót, célbadobót készítettek. A legújabb dekoráció az Ovi fotóparaván nagy örömet okozott a gyermekeknek, sokan fényképezkedtek ott egész héten. A farsang második napján még nagyobb volt a várakozás, hiszen az volt a fánkevés és a jelmezbeöltözés napja. A reggeli játékidő után megérkezett 10 óraira a finom letváros farsangi fánk, amit a gimnázium konyháján sütöttek nekünk. Köszönet érte a gyerekek nevében. A napocska csoport gyermekei részére szülői felajánlásként érkezett a farsangi fánk. Szintén köszönet érte a kedves szülőknek. Mindenki annyi fánkot ehetett, amennyit bírt. Ezután folytatódott a vidámság, ki minek öltözött fel. Farsangban, farsangban, járjuk a táncot gyorsabban. Feges, teges ez a bár, még a ház is muzsikál. Itt a farsang áll a bár, keringődik a pálán, sejtes jár a haverő, bokázik a megtörő. Rengeteg színes, ötletes jelmezben vonultak fel a gyerekek. A bemutatkozás után énekeltünk, roptuk a táncot, hangszerekkel zenekart alakítottunk, így üztük a hideget. Nem csak a gyerekek öltöztek jelmezbe, de minden felnőtt is a gyerekek nagy mulatságára és álmélkodására. Egy kis dal szól Marokkó. Ez a mókás ramszam dal. Ó, ramszam szam, ó, ramszam szam, guli, 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 ramszam szam. Ó, ramszam szam, ó, ramszam szam, guli, 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 ramszam szam. Arrávi, arrávi, guli, 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 ramszam szam. Arrávi, arrávi, guli, 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 ramszam szam. Egy kis dal szól Marokkóból, a ritmusa egyre gyorsul, gyere próbáljuk együtt újból. Ó, ramszamszam, ó, ramszamszam, guli, 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 ramszamszam. Ó, ramszamszam, ó, ramszamszam, guli, 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 ramszamszam. Marokkóból, a
Olyan jól mulattunk, hogy észre sem vettük, milyen hamar teltek el ezek a farsangi napok. Guli, 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 guli.